Az eseményen megjelent partnereket, vendégeket, érdeklődőket, a sajtó képviselőit Kovács Istvánné projektmenedzser köszöntötte, majd a szakember a Paktum azaz az együttműködés megállapítás aláírásától, a fórum napjáig eltelt időről, a projekt főbb eseményeiről, eredményeiről, három évtávlatában adott áttekintést. Ez az követő prezentáció Grief Béla partnerségi koordinátor tartotta meg. Mint elhangzott, a foglalkoztatási paktum helyi partnerségen alapuló együttműködés. Partnerek lehettek az önkormányzatok, munkaügyi szervezetek, vállalatok, szakképző intézmények, kamorák, szociális partnerek, civil szervezetek, területfejlesztési szervezetek. A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018. szeptember 1, fizikai befejezésének napja 2021. november 30. Az elnyert támogatás 299.370.000 forint, a támogatás intenzitása 100%. A rendelkezésre forrás több mint két harmadát bértámogatásra fordították. Konzorciumi tagok, Soltváros önkormányzata, konzorciumi vezető, alapítótag, tag, bács megyei kormányhivatal, alapító tag, MBE, Fiedelfiai Alapítvány, alapítótag. tag. Következő paktum szervezeti tagok. Bácskiskun megyei önkormányzat, Bácskiskun megyei kereskedelmi és iparkamara. Csatlakozó tagok, a kalocsai járásban működő 11 települési és egy nemzetiségi önkormányzat, a kalocsai járásban működő 15 vállalkozás és ugyanitt kettő civil szervezet, továbbá a Bajai Szakképzési Centrum. A prezentációból az is kiolvasható, hogy a kitűzött célok, a tervezett számok egyes területeken jelentősen sikerült meghaladni. A munkaerőpiac programban résztvevők tervezett száma 2021. november 30-ra 194 fő, Fő, ténylegesen 198 fő. A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutó tervezetek száma 2021. november 30-ra 91 fő, ténylegesen 198 fő. Az álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma tervezett 20 fő, ténylegesen 2021. november 30-ra 98 fő.